valami rémséges dolog indult el az agyamban. Egy-egy pszichiátriai kezelés hónapokig eltartott. És az egyik ilyen mélypont utáni felemelkedéssel jött az, hogy elkezdtem verset írni. Egyszer lázas voltam, és akkor unatkoztam, és megírtam a Lázaddal című versecskémet. Fertőzi egészségem, láthatatlan ellenség, a küzdelmet felvenni ellene képtelenség. Segíts most kérlek rajtam, vesd be titkos fegyvered, ne pusztítson a gonosz baktérium hadsereg. Kös újra szövetséget egészséges énemmel, hogy lelked fölgyújthassa húnyó lelkesedésem. Lázad, gyógyító tüzed, harcban egyetlen esély, melyben visszatérhet az áhított egészség. Ne érdem szerint segítsd, javíthatatlan, valód, hűtlen szövetségesed, lázad ellen lázadód. Szítsad mégis az esélyt, gyógyító lázad, ó, jaj, legyél most is és mindig szeretett láz adója. Hát édesapám dísznövénytermesztő volt, édesanyám pedig a 10 gyerek mellett háztartásbeli. Tehát 10 voltatok, vagy vagytok? 10 vagyunk testvérek. Mind megvan? Igen. Hanyadik vagy a sorban? 9. Milyen érzés volt ilyen a családban élni? Én gyerekként nem szerettem. Valahogy, nem is tudom, talán elnyomva éreztem magam. Kötelező volt nekünk templomba járni, és nem szerettem. No, de aztán egy idő múlva volt egy ilyen változás? Nagyon hosszan tartó érési folyamat volt az enyém. Mondhatnám azt, hogy még most is tart. A teológiára kerültem. És hogy kerültél oda? Nem tudom, inkább kizárásos alapon. Nem tudtam mást elképzelni magamnak, mint hogy elmenjek teológiára. Szerintem sokan vannak így, hogy kizárnak minden más lehetőséget, hogy bármi is jó lenne. Nem beszélek én itt belső indítatásról, ott még nem tartottam, de mindenképpen fontos volt számomra, hogy oda kerüljek. És 1,5 évig tartott a teológia, megtámadott egy betegség. Föleszméltem abból, hogy hát a teológiából nem lesz semmi most már, és annyira vágytam rá, hogy én az evangéliumot, az örömhírt továbbadjam. Ez valami feszített engem belülről. És ekkor jött az, hogy a fa. Szerettem a fát. Könnyű, szép, puha, könnyen munkálható. Egyszerűen beleszerettem. Kezdtem felfedezni, hogy ebbe van valami lehetőség. Hogy egy bicskával vagy egy faragókéssel ki lehet fejezni olyan dolgokat, amik nekem nem adattak meg. Azért, mert hát ugye volt ez a törés. Ezért született meg a legelső szobron például a Kegyelem című szobor, ahol egyszerűen az evangéliumot akartam hirdetni. A farizeus és a vámszedő egyrészt az egyik legkedvesebb bibliai történetem. Másrészt meg a szobrocska is hozzám a legközelebb áll. Mindannyiunknak egy életre szóló receptet adhat, hogy az Isten előtt hogyan kell megállni helyesen. Engem nagyon megragadott ez a belső szoba. Ennek mi a lényege? Mutasd be nekünk. Ez először is egy nagyon kedves játék. Az univerzumot próbálta ábrázolni. Az emberi élet, az emberi belsőnek az univerzumát, amikor annyi minden dolog leköti az életünket, és van egy pont, amikor magunkba nézünk, amit kifejez az a kis alakot a tetején, hogy úgy igazán magunkba szállunk, imádkozunk, akkor az univerzum tetején érezzük magunkat, az egész világ tetején, az a legfelső foka az emberi életünknek. Ez az emberöltő, ez egy arasznyi. Számomra azért érdekes, hogy egy olyan perspektívából láthatja a saját életét, amilyen perspektívából az Isten látja a mi életünket.
elindul egy kis pontból, és ugyanolyan kis pontba végződik, és mit ír le? Csupán egy kis magnyi életutat, egy életszakaszt. Az, hogy az ember a feleségével milyen viszonyban él, ez egy kifejezetten jó terep arra, hogy ezt te döntöd el azt, hogy harmóniában vagy diszharmóniában élsz a feleségeddel. Amikor nincs harmónia, akkor a házasság intézménye repedéseket szül, és ezek a repedések bizony veszélyeztetik a közös gyermekük életét. És valójában erre is a válasz az, hogy te döntesz, hogy a gyermeked jövője szempontjából melyiket választod. Ezért is ez a címe, hogy fordíthatsz rajta. Amikor faragok, akkor egy nagyon érdekes állapotban vagyok. Ezt a feleségem tudná megmondani, aki néha szokott hozzám szólni ilyenkor. És én szinte meg se hallom. Akkor egész lényemmel, minden zsigeremmel, figyelmemmel azon vagyok. Olyankor az anyag és én egyek vagyunk. Téged faragja valaki? Igen, azt hiszem. Állandóan farag. Elég keményen. Ez is egy olyan motiváció az én faragásomban, ami eléggé meghatározó, hogy engem elég keményen farag. A nagy faragókés. És ami mindig új lendületet ad, vagy új inspirációt, az, hogy enged ezekből a mélységekből, ezekből a szinte halotti állapotokból föltámadni. Mikor a pszichiátria szobromra néz, az ember láthatja, hogy ez a teljes megkötözöttség és lelki halállal, amivel küszködik az ember, abból is van feltámadás. Meg lehet halni egy embernek a halál előtt? Hogyne? Igazából az igazi halál az embernek, amikor a halál előtt már benne van ebben a sötétségben. És akkor ezek szerint föl is lehet támadni a föltámadás előtt? Naponként föl kell támadnunk ebből. Mert nem hiszem azt, hogy egy ilyen föltámadással az ember eljuthat a teljességre. Ezt naponként át kell élnünk, ezt a húsvétot. Nagy szombat éj. Most alszom. Kudarcon kábul a torz, csupakosz arcom. A gyásznak mocskát, az álmom vágyat homályba zárja el. Rejtett félelmek megmérgeztek, fénytelen lettem. Nem testem fénytelen, az életre képtelen lelkem fáj. Halál szívja. Bár rá sírba szállt kínhalál csapást mért, ezért van remény, újrakezdés. Nagy esély ez még, hogy átvon homályon, fényforráshoz, megváltott álmodad. Vérad, éj illan, húsvéti napfény villan, vígaszt oszt, ahogy oldjakoszt, mosott arcon holnapot ragyog rám. S kiállt napvilág, él a király, aki már nyitán zeng. Lelkem végtelen, új életre éhesen, nevedd rá!